Utolsó szabad hétvégéjüket tölthették a diákok a Balatonnál, mielőtt újra iskolába mennek. Sok család a vízpartokon pihent. A balatoni strandok megteltek, aminek a vendéglátók is nagyon örültek. Ilyenkorra ugyanis általában már kiürül a Balaton és a nagy üdülőhelyek. Most azonban nem így volt. A Balaton-Fenyvesi strand parkolója a legjobb főszezoni napokat idézte, hiszen már délben is csak elvétve lehetett helyet találni. A legmelegebb kánikulai időszakban megszokotthoz képest talán kevesebben fürödtek, mert a víz egy kicsit lehűlt. A 22-24 fokos vízben azonban így is sokan voltak. Megpróbálunk ebédig fürödni, utána este elmegyünk vasutazni, aztán fürdés, csak fürdés. Láttuk az időjárás jelentésben, hogy jó idő lesz így a hét elején. Leköltöztünk az unokákkal Balatonszemesre, és most pedig egy kis biciklitúrát teszünk itt a Nagyberegben. A vendéglátósok is örülnek annak, hogy a nyár még nem ért véget. Ennek a Balatonfenyvesi büfének a vezetője is azt mondja, szokatlan, hogy ilyenkor még ennyien legyenek. Ez a hétvége, ez egy ajándék, mert 20-a után általában ilyen rosszabb idő szokott lenni, és akkor az emberek úgy elmennek, aztán még kicsit visszajönnek a vénasszonyok nyarára, de most nagyon szerencsénk volt, nagyon szép volt a 20-a tavaly, sajnos nem, most nagyon gyönyörű idő volt. A végleges statisztikákat még nem készítették el a vállalkozók, de ebben a vendéglőben is azt mondták, hogy a változékony időjárás ellenére jó szezont zárnak. Hétvégente többen voltak mindig, hétköznap az ilyen lájtos volt, ha lehet azt mondani, de azért voltak vendégek. Ugye a rossz idő az meghozta a vendégeket, akár hétköznap volt, akár nem, de azért jónak lehet mondani. A Balatonon még számtalan program is várja azokat, akik ezen a hétvégén úgy döntöttek, hogy a tó mellett töltik el az idejüket. A fürdőzés mellett fesztiválok, koncertek is segítik a kikapcsolódást.